Csak a Diós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr. Ez a Csillagpont Rádió, benne a DVTK magazinját hallják, Csak a Diós Győr címmel, Martini Emillel, és egy külső helyszínen vagyunk méghozzá egy gyönyörű környezetben, a DVTK Kalandparkban, és beszélgető partnerem pedig Szabó Levente, a parknak a vezetője. Korábban már ugye beszélgettünk arról, hogy mennyire csodás környezetben van ez a DVTK Kalandpark, és akkor a tavaszi programokról, a májusi hosszú hétvégékről beszélgettünk, viszont jön egy hétvégi program, amely a DVTK Gyereknap címet viseli, és amelynek a fő helyszíne természetesen a DVTK Kalandpark lesz. Kezdjük talán ezzel mai beszélgetésünket, aztán persze van még miről beszélnünk, hiszen lesz focitábor, és hát aki csak erre jár, az mindenféleképpen majd térjen be, de először a gyereknapról. Gyereknap már a negyedik közös rendezvényünk lesz a Diós Győrrel, az első ugye még 2015-ben az egykori stadionba tartottuk meg, akkor még nem nyitottak ki a kapuit a park, az akkor az akkori mobilis eszközeinket vittük le a stadionba, és ez szépen az idő folyamán fejlődött ez a gyereknap. Úgy gondolom, ez a 2018-as a legkomplexebb gyereknap lesz, amit a DVTK körültve megrendezünk. Egész napos programokkal várjuk a gyerekeket és felnőtteket. A park mindenkor nyitva tartásától eltérően már 9 órakor kinyitjuk a kapuinkat, és ugye rendes hétköznapokon, hétvégéken amúgy 6 órakor zárunk, viszont most egészen 7 óráig, sőt, hogyha az igény van rá, akkor 8 óráig a gyerekek és felnőttek rendelkezésére állunk. Gyerekprogramok, humorista, mérkőzés közvetítés és meg annyi színes, izgalmas program van itt, ami egyrészt a park attrakciójának, másrészt majdnem felállított színpadon várják az érdeklődőket. A DVTK Kalandpark természetesen arról híres, hogy nem csak hogy csodás környezetben van, hanem egy sport tematikai kalandparkról van szó. Mit csinálhatnak azok, akik eljönnek majd, kicsik és nagyok is természetesen? Ugye a mi attrakcióink két részből állnak, az egyik a DVTK-val való szoros kötelék eredményeképpen a futball tematikus attrakciók sora. Gondoljunk itt, hogy van egy szabály 40x20-as méretű műfős pályánk, ami a gyereknapon speciál pont a Berec István labdarúgó kupának a döntőit rendezik meg, de azon kívül természetesen nyitva áll az érdeklődők számára. Van egy Rummenigge foci sulink, ami egy labdás ügyességfejlesztő játék. Van a mostanában nagyon divatos szabadulós játékunk, amit a foci tematika köré építettünk fel. Ez az aranycsapat, 50-es évek aranycsapatának a legendáját írja le, változtatja meg a történelmét, illetve a játszóterünk is speciális DVTK színekben pompázik. Parkunk állandóan rendelkezik egy saját falatozóval, várja az érdeklődőket, büfé kínálata, hamburgerek, lángosok, frissen sültek, azonban a várató nagy számú érdeklődőre való tekintettel két másik standot is megnyitunk, ahol egyrészt finom kürtös kalácsot fogunk árulni, egy másik standunkban pedig különböző fagylaltokat lehet majd vásárolni, illetve természetesen üdítők, kávék, csapolt sörök, borok várják a felnőtt korosztály képviselőit is. Amiről még nem beszéltünk, a három pajzs program is részt vesz majd itt a DVTK Kalandparkban a DVTK Gyereknap alkalmából, és ingyenes szűréseket is lehet majd igénybe venni. Kapcsolódik egymáshoz a két program ezek szerint. Igen, a három pajzs program részét képezi idén a DVTK Gyereknap, amint te is említetted, rengeteg olyan egészségügyi szűrés áll rendelkezésre, ami amúgy nem biztos, hogy a hétköznapon eszébe jutna az embernek, itt azonban elérhető lesz ingyen és bérmentve. Egy parknak a vezetője nem feltétlenül kell, hogy legyen kedvenc programja mondjuk ezen a május 27-i vasárnapi eseményen, de mégis, hogyha lehetne, akkor melyiket emelnék ki? Hát személy szerint én például nagyon szeretem a stand-up comedy-t, és ugye érkezik Aranyosi Péter, én őt például nagyon várom, 15 óra 30-kor fog színpadra lépni, illetve hát mivel szenvedélyes futballrajongó vagyok, én is a 17:30-kor kezdődő Ferencváros DVTK labdarúgó mérkőzés közvetítésére remélem rengetegen itt maradnak, és innen is nagyon fogunk szurkolni a fiúknak ebben az úgymond billegő helyzetben, hogy bemaradjon a csapat az NB1-ben. No, tehát akkor május 27-én DVTK Gyermeknap, és a dvtk.eu-n a részletes programot ugye meg lehet majd nézni, el lehet olvasni, ebből lehet majd tájékozódni. Menjünk egy picit tovább, hiszen ugye, ahogy említettem még az elején, a tavaszi programokról már volt szó, most a DVTK Gyermeknapot kibeszéltük, viszont vannak itt még azért a tarsolyban sok-sok program, esemény, amely a nyárra vonatkozik. Mivel várják a gyermekeket, illetve a felnőtteket a június, július, augusztusi hónapokban, amikor szünidő van? Két nagyon fontos eseményünket emelném ki. Az egyik az, hogy szintén a negyedik éve futnak a napközis táboraink. Idén a nagy érdeklődésre való
tekintettel 8 héten keresztül focitáborokkal várjuk a 6-14 éves fiúkat, lányokat. Egész napos program, reggel 7-kor már lehet érkezni, mivel tapasztalatunk az, hogy Lőföld nagyon messze van egy család életéből, nagyon sok időt el tud venni az utazgatás. A tavaly évben már sikeresen vittük azt a programot, hogy az edzőközpontban lehetett hozni a gyerekeket, ott vártuk őket, és buszos transferrel szállítottuk ide őket a kalandparkba, valami nap végén is visszavittük őket, és így próbáltunk picit kedveskedni a szülőknek, hogy ne teljen el akár másfél-két óra is a napból azzal, hogy autózni kell a városba. Úgyhogy ezek a táborok június 25-től egészen augusztus 17-ig várják, mondom, a 6-14 év közötti fiúk, lányok érdeklődését. Nagyon szépen gyűlnek a táboraink, ideje elgondolkodni azon, hogy idehozzák el gyermekeket, mivel egyre kevesebb helyünk van szerencsére. Nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, folyamatos az érdeklődés ez iránt, én csak bátorítani tudom a szülőket, hogy itt nagyon jó helyen vannak, nyilván tematikus edzések vannak, a DVTK szakedzői tartják a labdarúgó edzéseket, folyamatos szervezés alatt állnak, hogy más egyéb DVTK berkén belüli sportágak is megjelenjenek, és ott is szakedzők edzésével tanítsanak meg, úgymond más sportágok csinyára, binyára gyerekeket szeretnénk megjeleníteni, mindent a saktól elkezdve a jégkorongon át, egészen a kosárlabdáig, hogy ne csak a labda és a labdarúgás szenvedély bűvöletében legyenek a gyerekek. Illetve van egy másik nagyon fontos programunk a nyáron, méghozzá ugye nem kell szerintem senkinek mondanom, hogy 2018 labdarúgó VB éve van, és mint futballtematikus kalandpark nem maradhatunk ki a labdarúgásnak ezen bűvköréből. Minden hétvégén futballbajnokságokat fogunk rendezni, old boys bajnokság, ifjúsági bajnokság, női kupák, felnőtt kupák, ezekkel várjuk az érdeklődőket, és a döntőnek a napján, sőt úgy mondom a hétvégén egyéb színes programok lesznek, bemutató edzésekkel, várhatóan labdarúgókkal, amíg folyamatosan szervezünk még, tehát egy egész komplex programcsomagot szeretnénk a VB alatt nyújtani az érdeklődőknek, tippversenytől elkezdve büntetőrúgó versenyen át, sok mindent szeretném megjeleníteni. Miskolcon gondolom nagyon-nagyon sokan tudják, hogy van a DVTK kalandpark, és jártak is itt már. Miskolc és környékén is foghatóak vagyunk, sőt az egész megyében, de biztos vagyok benne, hogy még akár szájról szájra is terjed majd az, hogy akik ellátogatnak ide Miskolcra, azok mindenféleképpen jöjjenek ki a DVTK kalandparkba. Mit tudnak ajánlani azoknak, akik nyaralás címszóval érkeznek Lilafüredre, Miskolcra, egészen a legapróbb gyermekektől a felnőttekig? Ugye a futballtematikus részét a park attrakcióinak már említettem, de nyilván mint kalandpark rengeteg olyan más elemünk is van, ami tipikus kalandparki szórakoztató elem. Nyilván a legáltalánosabb az a kötélpálya. Ez onnantól elkezd, hogy egy totyogós gyerekre rá tudjuk adni a beülőt, egészen a 80 éves nagymamákig bárkit vár, tehát úgy gondolom saját képességének megfelelően mindenki megfelelő pályát tud választani és végig tudja mászni. Különlegesség, van egy szabadesés szimulátorunk, egy ejtőgép, amely a 12 méter magasról lehet leugrani. Nem bungee jumping jellegű, sokan ahhoz hasonlítják, egyszer leugrik az ember és biztonságosan földet ér. Népszerű attrakció más parkokban is a zipline, ez egy óriás átcsúszó, 160 méter csúszás jelent. Mostanában nagyon-nagyon népszerűek, nagyvárosokban szoktam vele találkozni a Segway. Ez a kétkerekön egyensúlyozó eszköz, mellyel mi tematikus túrákat vezettünk Lilafüreden és környékén. Az extrém kategóriába sorolnám a hegyi roller és monster bike túrákat. Libegő használattal felviszük az embereket a libegő felsőalmás, és onnan egy ilyen 3,5 kilométeres pályán elég vad száguldás közepette, de mégis biztonságosan lehet ide visszatérni a kalandparkba. Gyerekeknek természetesen vannak olyan attrakcióink, amiket ők tudnak használni, gondolok itt a légvárra, vagy ezen a héten a gyereknapon fog debütálni egy frissen beszerzett attrakciónk, a Vizi Dodge-em, mely a nyáron azért a nagy melegben jól tud esni, egy kis vizes pancsolás, és én úgy gondolom, hogy ebből is látszik, hogy mennyi minden van ebbe a parkba, hogy mindenki meg tudja találni a saját szórakozásának és kedvének a legmegfelelőbb attrakciónkat. Természetesen nem csak a családokra gondolunk, hanem azokra is, akik baráti társaságokkal, osztálykirándulásra, vagy éppen csapatépítő tréningekre jönnek el, hiszen ezeket is várjátok szeretettel itt a DVTK kalandparkban. Az elmondottak alapján biztos, hogy nem fognak unatkozni. Igen, ebben biztos vagyok én is. Ugye felsoroltunk rengeteg attrakciót, és éppen most az osztálykirándulásoknak heteit éljük. Nem telik el új nap nálunk, hogy mostanában ne legyen itt 2-3 osztálykirándulás, aki Lilafüredet választja. Ugye Lilafüred maga önmagában is egy komplex szórakozás. A barlangoktól elkezdve a függőkerten át a kisvasútig annyi szórakozási lehetőséget tud nyújtani, aminek úgymond a kalandpark csak a pont az in, vagy a habatortán, mert nyilván a gyerekeknek a kulturális része az a tanárok felé létező kötelező minimum, a gyerekek pedig a szórakozás részét várják, ezek vagyunk mi, a kötélpályával, a lézerharccal, a cipline rejtőgéppel, szegvéllyel, meg annyi mindennel. És ugye ebből a komplexitásból látszik az is, hogy csapatépítő tréningeket is nagyon-nagyon jól ki tudunk szolgálni. Vannak olyan felnőtt programjaink, felnőtt programcsomagjaink, amivel a 10-től a 300 főig tudjuk szórakozni
foglalkoztatni az ideérkezőket, vagy nagyon népszerű programelem mostanában a cégek részéről a családi nap, többet is rendezünk az idén, vannak visszatérő, 4-5 éve visszatérő vendégeink, akik szintén ide hozzák a családi napjukat, érdemes ebbe is gondolkodni és ellátogatni a honlapunkra, tájékozódni ez ügyben. Akik tájékozódni szeretnének, akár a táborról, akár természetesen a kalandparkról, azok hol tehetik meg? Interneten, Facebook oldalon? Hát természetesen a mai világban megkerülhetetlenek ezek a dolgok, mi is üzemeltettünk saját honlapot, a www.dvtkpark.hu honlapot, melyen mindig a legfrissebb aktuális információk fent vannak, természetesen Instagram és Facebook oldalt is üzemeltettünk, szintén ezen a néven Lilafüredi Sport és Kalandpark meg lehet találni minket. Mindig minden aktualitás fent van, a nyitvatartástól elkezdve az árainkon át, az aktuális programjainkon, érdemes felkeresni őket, lehet, hogy olyan információk birtokába jut az ember, amit itt a parkban nem feltétlenül fog szembe jönni valakivel. Csapadíjós győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Fennállása első élvonalbeli évében a Magyar Kupában ezüst, a bajnokságban pedig bronzérmet szerzett a DVTK női labdarúgó csapata. Mint ismert, az első felvonáson a DVTK stadionban 1-1-es döntetlent követően drámai csatában 11-esekkel nyerte a Diós Győr az Eto ellen, míg szerdán Győrben 2-0-ra diadalmaskodott a piros-fehér együttes, így történelmi bronzérmet szerzett az újonc DVTK a Jetsol Liga idei kiírásában. A győri találkozó lefolyását követően rögtön rendelkezésünkre állt Fóri Sándor vezetőedző, aki tehát az azonnali érzéseit fogalmazta meg rádiónknak. Először is szeretném megköszönni a tulajdonos úrnak és a vezetőknek azt, hogy ilyen feltételeket biztosítottak számunkra, hogy azokat a sikereket, amit szerettünk volna elérni, azt elérjük. Külön köszönöm azoknak az embereknek is, akik egy kicsit is tettek Diósgyőrben a mélyadalgásért. Azoknak is szeretném megköszönni, hogy ez az év nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeresen, mint a mostani. Azt, hogy a mérkőzésen mi történt? Tulajdonképpen nagyon jól játszott a csapat, az elég jó mérkőzésen vagyunk túl. 7 játékoson rendelett kisebb mérsérülést. Sajnos van André Antóniát korábban kell ezt állítani. Most vagyunk be hozzá, majd megállítani, meglátjuk, hogy mi lett a lábával. Remélem, hogy nem tört el. Tehát visszatér a mérkőzés, az kemény mérkőzésen, egy jó játékkal, szüvegű szervünk a Győrjét ott. Jöttünk egy első félidőben szerencsésebb volt. Majd a második félidőben egy akció végén a meccs vége felé sikerült belülünk a másodat, és ezzel biztossá tettük azt, hogy megvan a bronzérmünk. Személy szerint te most jelen pillanatban mit érzel? Ez egy nagyon fontos momentum azért a te, meg hát a csapat életében is természetesen. Nem tudok felhűtlenül azoknak lenni, nem tudom, hogy miért. Egy kis stressz még mindig van bennem. Már azon töröm a fejemet, hogy a következő évben milyen játékosokkal tudom megerősíteni a keretet. Valahogy nem tudom elengedni magamat nagyon lazára, vagy hogy nagyon boldog legyek. Ugyanis ezt az évet nagyon nehéz lesz a jövő évben felülmúlni. Ugyanis megnyertük a teremlabdarúgó bajnokságot, szereztünk egy aranyérmet. A Magyar Kupában másodikok lettünk, most a bajnokságban harmadikok. Tudom azt, hogy a kitűzött cél magunk előtt az, hogy jövőre a bajnokságban az első 3 hely valamelyikét szerezzük meg, de ebben az évben 3 érmet szereztünk, és hogyha azt nézem, hogy jövőre mondjuk csak 2 érem lesz, vagy mondjuk netán 1, akkor számunkra az úgy most sikeres lesz, mert kitűzünk, hogy ezt elérünk, de lehet, hogy mások számára az egy gyengébb év lesz. És pont ezért van bennem az, hogy ezt a csapatot szeretném még jobban megerősíteni, és azokat a célokat, amiket kitűzünk magunk elé, azt sikerüljön elérnünk. Sanyi, talán többet is szereztetek, hiszen a női labdarúgást itt Miskolcon gyakorlatilag meghonosítottátok, megismertettétek az országgal a DVTK nevet ebben a mezőnyben, és ez a csapat népszerű lett, illetve hát ne felejtsük el a szurkolókat, akik itt a végén, a véghajrában, tehát már korábban is azért támogattak benneteket. Azért ez egy óriási dolog, az érmeken túlmenően is. Szurkolóknak nagyon nagy köszönet jár. Ahogy minket időről időre egyre többen jöttek ki, szurkoltak meg és támogattak, az gondolom, hogy a női labdarúgó társadalomban egyedülálló. Szerintem nagyon sok női labdarúgó irigykedik a Diós Győrben focizó lányokra, hogy ilyen szurkoló távol áll mögöttük. Ezek a szurkolók, hogy mennyire szeretik a klubot, azok bebizonyították a Magyar Kupa döntőn is, hogy hol tudnak szurkolni. Most a hazai bronzérmet is bebizonyították, és egyre többen voltak a hétvégi mérkőzéseinknek, aminek mi nagyon örülünk. Remélem, hogy a következő évtől egy 3-400 fő előtt tudunk majd játszani, akik is fognak mindenket buzdítani, és akkor azt gondolom, hogy a csapat ugyanilyen eredményes lehet, mint ebben az évben. És rájuk
véleményre szükségünk van itt a lányok. Amikor kijön 50-60-100-200 szurkoló, úgy érzik, hogy még nagyobb erő van bennük, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy győzzünk. Van néha, hogy nem sikerül, de mindent megtesznek. És ezáltal számunkra nekem is sokkal könnyebb a helyzet, ugyanis amikor kijönnek a szurkolók, szóval itt kell nekem mondanom, hogy nézzétek lányok, érdeket jöttek, akkor tudjátok, hogy milyen szenvedéllyel és milyen hozzáállással kell játszanatok, és akkor tényleg ezt felszabadult örömposztot tudnak mutatni. Számukra a csapatnál nagyon-nagyon fontos, hogy minél több szurkoló lúdítsa őket. Reméljük, hogy sérült játékosod is rendben van, és rendben is jön, és akkor lesz-e valami ünneplés, egy közös, akár ott Győrben, vagy idehoz a Diósgyőrben terveztek-e megünnepelni ezt a szezont, mert van mit? Most még ünneplés van, hogy nem lesz szépen, én már hazautazunk, lepihenünk, és le egy kicsit beszélgetünk, de majd Markovicsnak az esküvőn június 2-án, az lesz az utolsó nagy összetartásunk, utazunk Szerbiába, és azért esküvőjén fogjuk megünnepelni ezt az évet, 152 000 ember lesz azon a legyünk, remélhetőleg mi is nagyon jól fogjuk érezni magunkat, és ott tényleg az egy igazi örömmámoros tombolás, szerintem azon az esküvőn. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy amit ebben az évben elértek, tehát nagyon örülök nekik, és ezen az esküvőn, ez lesz tulajdonképpen, amit záradban kezdtünk, és ezen fogjuk majd megünnepelni azokat a sikereket, amiket idén elértünk. Sanyi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így a mérkőzés után is rendelkezésünkre álltál, és természetesen a Csillagpont Rádió és a hallgatók és valamennyi szurkoló nevében is gratulálunk ehhez a bronzéremhez és ehhez a szezonhoz. Nagyon szépen köszönjük. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A vonal túlsó végén Hatvani Olivért köszöntöm, a DVTK értékesítési menedzserét. Egy futballtornáról fog nekünk most majd beszámolni, méghozzá a második Berecz István labdarúgó tornára gondolok, amelyet ugye május 26-án és 27-én rendeznek meg. Milyen részleteket lehet tudni erről a labdarúgó tornáról, és hát előjáróban azt is érdemes azért elmondani, hogy ugye Miskolc egy elég nagy kispályás foci hatalom. Kezdjük talán ezzel. Így igaz, több osztályban, ugye alapvetően két korcsoportban, az aktív nyitott kategóriában, illetve az old boys, az a 6 feletti kategóriában összesen körülbelül 100 kispályás csapat versenyez hétről hétre, és hát nem titkoltam, ők is azok, akiket nagyon szerettel várunk ezeket a csapatokat, illetve bármilyen baráti társaság, aki akár csak erre a tornára áll össze, akár egy házton körüli baráti társaság, akár a régi iskolatársak, vagy csak egyszerűen a szurkolói csoportokon belül együtt szoktam meg se járni. Most itt az alkalom, hogy a Diós Győri edzőközpontban pályára léphetnek szombaton a selejtezőn, és a legjobb 4 csapat pedig vasárnap a Kalandparkban a gyereknap keretében játsza a 4-es döntőt. Szeretünk volna hagyományt teremteni, Berecz István a DVTK Diós Győri labdarúgó sporttörténetének első válogatott játékosa, ezért viseli a torna az ő nevét, és a tavalyi torna valóban, ahogy említette, nagyon sikeres volt, nagyon jól érezték magukat a csapatok, és úgy gondoltuk, hogy teremtsük hagyományt, és immár a nagy gyereknapnak szervezői felesz folyamatosan ez a torna. Két úton lehet nevezni, az egyik a klasszikus old módon, a hagyományos módon fizikálisan, a DVTK shopban, amely immáron stabilan a Diós Győri stadionnál működik, átköltöztünk, 12 és 6 óra között vagyunk hétköznap nyitva, csütörtökig várjuk a nevezéseket, valamint a kor kihívásának megfelelően online is lehet nevezni, a játék@dvtk.eu e-mail címre történő regisztrációnál. Egyébként minden pontos információ a dvtk.eu honlapon fenn van a pontos szabályokkal, lebonyolítással kapcsolatban, illetve azt is vállaltuk természetesen, hogy a csapatoknak pénteken elküldjük majd a sorsolást, amikor is elkészül, hogy hány csapat van, hogy milyen lebonyolítási rendszert kell választanunk. Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunk, ne feledjék, napi 3x20 percben híreket, eredményeket, tudósításokat, riportokat sugároz a Piros-Fehér Klub mindennapjaiból. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martin Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszont hallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr!
Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diósgyőr!